Jó estét kívánok, kedves közönségünk! A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Elméleti Tagozata nevében tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, akinek volt bátorsága eljönni erre az estre ebben a járványidőben, és mindazokat, akik a YouTube-on fogják később látni a műsorunkat. Tulajdonképpen ezzel az itt elmondott tudásanyaggal, amit ebben a sorozatban mi itt leteszünk az asztalra képletesen, tulajdonképpen publikációt hozunk létre, de nem könyvbeli publikációt, hanem vizuális videó publikációt, úgyhogy visszanézhetőek lesznek később azok az előadásaink, beszélgetéseink, ahol Csorba tanárhoz hasonló kaliberű tudósok mesélnek tevékenységükről. Szeretettel üdvözlöm Csorba Lászlót és Farkas Adrient a mai este résztvevőit. Szintén a filmfelvétel és a később, és az utókor kedvéért mondom el röviden Csorba László professzorról, hogy tudós, történész, tudományos pályája az ELTE BTK Történeti Intézetének Művészeti Történeti Tanszékétől indult, majd Szegeden a JATÉ-n, az újkori magyar történeti tanszéken is tanított, de közben az úgynevezett láthatatlan kollégiumnak is tutora volt. 92-93-ban pedig az Indiana University magyar Hungarian Studies programjának vendégtanáraként tanított az USA-ban. De tudományos pályája mellett legalább ennyire jelentős intézményvezetői tevékenysége is. Ami miatt most ide meghívtuk, az elsősorban az, hogy a Római Magyar Akadémia igazgatója volt 9 évig, 1998-tól 2007-ig. Nem kevésbé jelentős azonban, vagy talán még jelentősebb, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum egyik legjelentősebb, vagy a legjelentősebb magyar történeti intézmény főigazgatója is volt 2010-től 2016-ig. Én félig meddig kollégaként is üdvözlöm Csorba Lászlót, hiszen én magam is dolgoztam a Római Magyar Akadémián, és ez a sorozata, ami beszélgetéseinknek most ősszel így járvány közepette, pontosabban már tavasz óta olasz-magyar kulturális kapcsolatokkal foglalkozik. Beszéltünk Puskás Istvánnal, a legutóbbi igazgatójával a Magyar Akadémiának, majd legutóbb Németh Pállal, aki az ottani képzőművészeti programokat szervezte. Most következik Csorba László, és reméljük, hogy a következő alkalommal a jelenlegi budapesti olasz kultúrintézeti igazgató Gianluca Borghese is sorra kerül. Csorba tanár úr beszélgetőtársa ma este Farkas Adrián újságíró, aki a kulturális újságírás legkomolyabb és legelmélyültebb hagyományát viszi, és műveli ma Magyarországon. Legyen szíves, tanár urat interjúolja meg. Átadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvezetőt, és akkor én azt is elárulom, hogy mi honnan ismerjük egymást. Nekem életem egyik legjobb munkája volt, amikor az egyik szerkesztője voltam az Aranyok Aranya című műsornak, ahol Arany János nyomában utaztuk be a félvilágot, és hát természetesen Olaszországot, hiszen a Toldi szerelmének rengeteg fejezete játszódik Olaszországban, és akkor a mi barátságunk akkor kezdődött, úgyhogy én tudom, hogy most egy nagyon hálás szerep vár rám a világ legjobb interjú alanya mellett, aki mellett nekem csak az lesz a dolgom, hogy álmélkodjak. És hogyha véletlenül néha letegezném tanárulat, akkor előre bocsánatot kérek, de aki ismeri ezeket a hónapokon át, sőt, hát mi másfél éven át dolgoztunk együtt, és hónapokon át elképesztő körülmények között dolgozik az ember. Például, amikor megérkeztünk márciusban, Nápolyba esett a hó, nem volt szállásunk. Tehát ez olyan, mint egy tábor, ahol az emberek között életre szóló barátságok kötetnek, és ezek az élmények összekötnek bennünket. Most ugye összeállítottam egy képsorozatot, én is mindenkit szeretettel üdvözlök. Itt azért annyira nagyon lettem itt dicsérve Miklós és Adriántól, hogy el kell sütnem azt a poént, ugye, amikor Kossuth Lajos ugye kijön a börtönből és a Pesti megyegyűlésen, ugye egy nagyszerű szónoklatban Széchenyit a legnagyobb magyarnak nevezi, akkor Széchenyi persze azt mondja, hogy miért emel oly magasra, hol nem tarthatom fel magamat. Úgyhogy azért remélem, hogy én nem fog lepottyanni ebből a magasságból, ahol föl lettem emelve.
És hát ugye, hogy a képek pörögnek, előjönnek a témák, úgyhogy nagy mikor voltál utoljára szeretett. Rómában? Tavaly ősszel voltam, valóban, tehát ugye mi 2007-ben jöttünk haza, de hát egyszerűen a szakmai kapcsolatok folytonos, ugye állandóan folyamatos részben a kollégákkal, részben meg az olasz világgal, az olasz barátokkal, és persze nem csak Rómában, ez majd ki fog derülni, hogy a Magyar Akadémia kulturális tevékenységének annak csak az egyik csúcspontja az, ami Rómában zajlik. Tulajdonképpen meg kell próbálni, hogy egy nálunk majdnem ötször nagyobb, de kicsit több mint négyszer nagyobb országban, ugye több mint 55 millió ember, ugye a területe, ugye ez lenyűgözően Afrikától ugye az Alpokig ér, és hát előképesztő táj és kultúr találkozok, és mégis ezeken mind-mind ott kell lenni valahogy, és a mi nagyszerű magyar kultúránkat menedzselni, megpróbálni menedzselni, a tudományt, a művészeteket, és egyáltalán mindazt, amit egyébként az országok közti kapcsolatok is szolgálnak, mert tulajdonképpen ez a tevékenység, amiben én is részt vettem, ez alapvetően ország és népek barátságát szolgálja, persze ezen a millióféle billentyűn. De akkor az első kérdés, hogy ugye az olasz kultúrát mindenki ismeri a világon, tehát én azt gondolom, hogy nincs a világnak olyan csücske, ahol valamit ne hallottak volna az olaszokról, hát sajnos abban nem vagyok biztos, hogy a magyarokról is hallott mindenki, tehát gondolom, hogy azért eleve meg kellett ismertetni a magyarokat, de még mielőtt erről beszélnénk, meg az intézetről, itt azért azt hadd kérdezzem meg, hogy ez egy jótékonysági válság. Ez egy akvárium. Ez egy akvárium, ugye ott fönt látjuk, ahogy tükröződik a vízben színben a benne levő rész, tehát ez egy akvárium, ahol nem nagyon voltak benne valódi halak. Tehát ez ugyanis ez egy étteremnek az akváriuma, és itt valószínűleg azok a versenyzők, akik ebben itt részt vettek, azok erre a különböző tányérokba végezték, vagy majd ugye itt még nincs, tehát délután van, tehát könnyen lehetséges, hogy csak majd most fogják beletenni azokat a nagyszerű állampolgárokat, akiknek az a gyönyörű jövő vár rájuk, hogy egy olasz vacsorán vehetnek részt, talán számukra kevésbé szimpatikus szerepkörben, de mindenképpen az önfeláldozást lenyűgöző élményével. És akkor kiderül, hogy a hátsó rész az egy tükör, és akkor ugye meg egy kicsit az amatőr fotográfus ugye belelövi magát. Tehát ez Rómában van egyébként a Viktor Emánuel Korzó egyik nagyszerű éttermének ez a részlete. Szóval akkor ugye maradunk ennél a tálalásnál, hogy kell tálalni a magyar kultúrát Olaszországban, erről fogunk most beszélni. Így van, és az egyik lehetőség, amit ugye elődeink és a történelmi véletlen ugye tette ezt lehetővé, ugye itt a Falconieri palotát látjuk, és többen olyan borzasztó, ugye most éltük meg ugye a trianoni tragédia évfordulóját, centenáriumát, de az, hogy Magyarországnak az egyik legértékesebb lenyűgöző gyönyör, talán túlzás ez, de én úgy érzem, hogy azért az első 20 palotában, ami elképesztő nagy szám, de az első 20-ban ez benne van, ugye a Falconieri palota Via Giulián, de ez azért lehet a miénk, mert ugye a revíziós együttműködés Olaszországa, ugye kellett nekünk egy győztes, ugye nem lehetett elviselni ezt, hogy ez olyan, mint a mai Magyarországot mondjuk az Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Balassa, Gyarmat, négyszögre leegyszerűsítenék, tehát a dolog egy abszurd, ugye ez elviselhetetlen volt, de mit lehet tenni? Kell egy győztest meg kell nyerni, hogy a győztes segítsen a revízióban. És ez volt Olaszország, és Olaszország segítsége révén, egyébként az olasz állam és Mussolini személyes segítsége révén szerezte meg a Magyar Állam Tudományos és Kulturális Intézetnek a Falconieri palotát, ami egy gótikus öltő palota volt, és maga Francesco Borromini, aki a barokk egyetemes kultúra egyik legnagyobb zsenie, ugye ő modernizálta ezt a palotát, a firenzei eredetű Falconieri, akik hát nem haltak éhen minden hétvégén, ugye, tehát és én azt gondolom, aki ismeri a körülményeket lehet, hogy megerősít ebben, hogy amikor fölmászott az öreg gótikus palota tetejére Borromini mester, és meglátta a Farnese palotát, ami közel van hozzá, tehát annak van egy ilyen beépített lodzsa, szóval, hogy na majd én megmutatom, hogy hogyan kell lodzsát építeni, és ez az egész elképesztő struktúra tetején, ez lehet, hogy így készült, ez tényleg egyedülálló Borromini művészet.
művészetében is. Itt már restaurált állapotában látjuk, sőt ugye ma már a lodzsa felső része is restaurálva van, ami pedig ma különlegesen nagy poén, az a barokkorban, oda sose mentek föl a tetejére, is ott lépcső, ez egy 19. századi poén, hogy oda föl lehet menni, és Rómának az egyik leggyönyörűbb kilátása ez, itt ugye a restaurálás előtt és után, a háttérben a Gianicolo látszik, hogy bal oldalt az a fehér homlokzat, az a Szent Péter temploma fönn, az Aranyhegyi Szent Péter temploma hagyomány szerint ott, ahol a Péter, ott ölték meg őt, és ahol a fejjel lefelé keresztül, ott aranyát. Valójában itt a botanikus kert, ugye? Jó, pontosan így van. Igen, tehát a palota mellett. Pontosan így van, tehát ott, amit több oldalt látunk, az a Borghese pápa, Pál pápának a szőkőkutya, és alatt az a nagy zöld, az a gyönyörű botanikus kert, valóban így van. De sok más irányba is egyébként, az Angyalvár felé, a Monte Mario felé, mindenfelé Róma egyik legszebb kiváltása van. És akkor a főigazgató az bolyong ezeken a folyosókon, tehát van olyan, hogy ide fölmegy és kiszellőzteti. Természetesen, de millió minden van. Tehát a vendégek imádnak itt lenni, ugye ez a gyönyörű... Igen, ez az utcáról is látszik, ugye itt meg a tevere, majdnem Tiberiszt mondtam, szóval hogy a de tevere... nagyon helyes, a Tiberiszt is teszi. Itt ugye az a poén történt azután, hogy a 19. században két áttétele, de egy másik család veszi meg, nem akármelyik család, a Medici del Vassello őrgrófi család. Milyen gyönyörűen hangzik, nem? Giovanni Giacomo Medici del Vassello, Generale dell'Esercito Italiano. Milyen gyönyörűen hangzik, ugye? Most elmondom, hogy ez hogy hangzik valójában. Ez a Medici család, ez csak azt jelenti, hogy orvosok, ugye a firenzei híres Medici család is orvosok tulajdonképpen, és ez egy másik Medici család. Ez egy nagyszerű katona volt, ez a Jakab, Medici Jakab, Garibaldinak volt barátja. És 1549-ben, amikor védték Rómát a franciákkal szemben, akkor egy Vassello nevű villa mellett védte, ez fönn van a Gianicolo. A Vassello egyébként az ilyen hadihajót jelent. Na mostan 20 évvel később a király, amikor egyesült Itália, akkor Medici tábornokot, aki eredetileg garibaldista tábornokot, aztán átvette a hadsereg, őrgrófi címet tüntette ki, és ugye tiszteleti névnek adta ezt a Vassellót. Ez olyan, mint hogyha mondjuk Ferenc József görgei tábornokot kinevezte volna őrgrófnak, mondjuk isasszegi előnéve. Ugye ez már ki az őrgróf. Igen, tehát Görgei Artúr isasszeg őrgrófja. Tehát kb. Így hangzik ez a Medici del Vassello. De lehet, hogy Tápió Bicske őrgrófja lehetett volna. Ugye, ezt most csak csaltam persze, mert a Tápió Bicske csatánál nem volt ott. És sose gondolta azt, hogy jön majd Magyarországról valaki, aki így deheroizálja. Hát ő már nem, de ugye hát az unokaöccsei adták el. Nem, hát ez csak, ezt az olaszok ezt érzik ezt, de hát ugye vannak újra modern rangok is, ugye hát ma is születnek, ugye ahol még van ilyesmi, születnek bárói címek, meg egyebek, amiket a maguk módján néha kicsit humoroztak. Na és akkor az ő időben átépítették, tehát ez, amit itt látunk, ugye régen kifutott a kert a vízre, de most ugye ott egy nagy forgalmú, hatalmas út megy, így van, úgyhogy ez egy 19. századi gyönyörű struktúra, és bent pedig hát a lenyűgöző termek, ugye hát ez valami egészen fantasztikusan szép. Még millió részlet van, de ezekben nem beszélünk. De amikor te megérkeztél, akkor volt dolgod azzal, vagy ez egy folyamatos felújítás? Tehát, hogy mindig, gondolom, igen. Olyan, mint a parlament, hogy mi egyszer elkezdik valahol, és mire a végére érnek, kezdhetik előre. Erre nincs ennyi pénz, sajnos, és azért ennél kicsit kisebb. Tehát, de időnként valóban neki kell állni, és amikor én kikerültem, valóban akkor már éppen egy ilyen elég rossz állapot volt, és akkor elindult több irányban is, több fázisban is, de ezek nem voltak véglegesek, tehát az a szint például, amit előbb láttunk, tehát például ez nagyon érdekes. Amikor én kikerültem, akkor ez a szín egy ilyen, az a okeres, sötét, sárga amilyen szín volt. Amilyen Rómában a ház. Hát igen. Van. Ugye mindenki, mi is mindjárt a 20. századból ugye úgy ismerjük, hogy ez Róma színe. Igen ám, de ez egy 19. századi szín. Tehát tulajdonképpen egy tévedésbe vagyunk. A művészettörténészek, ugye falkutatással, hogy önre megállapították,
hogy a barokkorban, amikor ezek az épületek eredendően épültek, azok zömükben ilyesféle színük volt, ugyanis ez messziről nézve a travertinre emlékeztet, a Róma környéki majdnem márvány színvonalú csodálatos mészkőre, ugye, ami a római építkezések egyik alapja, de hát az iszonyatos drága lenne tényleg ebből csinálni a dolgokat, de ilyenre festették, mert ezt is úgy kell elképzelni, ez azért ilyen, mert a folyó túloldaláról nézzük, és a túloldalról nézve úgy tűnik, mintha a travertinből lenne az egész palota, a tetején meg ugye márványból a loggia a tetején. Tehát ezt az ötletet találták ki, és ezért a műemlékesek előírása alapján ugye a rekonstrukció az ezer színemen. Tehát magyarul az a nosztalgia, ami nekem is még az ifjúkorom Rómájára utal, ez valójában egy 19. századi poénnak a visszasírása. És más művészettörténeti érdekesség előbukkant? Ilyesmi? Igen. Egyébként most a legutóbbi falkot, mert most újra van egy felújítási periódus, és a legújabb falkotatások valóban a 19. században egy nagy átalakítás volt, ugye mert a Medici Görgrófi család ilyen nagy term, akartak báltermet, ahol egyébként ez a bálterem, ahol aztán az akadémia nagyszerű rendezvényei zajlanak, tehát nekünk ez kapóra jött, hogy két régebbi barokk termet összenyitottak, és ezek során egy csomó olyan átalakítás történt, amik mögött most kezd felbukkanni még Borroménikori csodálatos részletek. Ha, és azok látszanak, vagy azok akik még most kutatják? Ezt majd ki kell találni, hogy ezeken mit lehet kezdeni. Ilyenkor nagyon sok esetben a modern műemlék restaurálási elveket úgy csinálják, hogy megmutatnak. Tehát bizonyos területeken megmutatják, hogy milyen lehetett eredetileg, de itt kétségkívül a mai használat szempontjából ezt alá kell vetni. És itt aztán ugye itt zajlak aztán a lenyűgöző programok, ugye tehát ennek a palotának ilyen fantasztikus vonzereje van. Hát gondoljuk rá, hogy az Egyesült Államoknak, ugye van egy gyönyörű palotájuk a Via Veneton, de az egy 19. századi neoreneszánsz épület. Tehát a belgáknak, hol lehet egy csomó nagyszerű, nagyon gazdag kultúrnemzetnek, nincs ilyen kincse, mint nekünk. Tehát ez egy nagyon nagy vonzer. Remélem, irigykednek a magyar. És bizony, és ez presztízs, és ezt úgy kell a római jelenlétünkben, a római munkánk során ezt a presztízst ezt ki lehet használni, és ezzel be lehet villogni. Egyébként van egy aktív együttműködés a különböző intézetek között? Nem is lehet másképpen, ez így is kell. Egyébként ez el is várja a könyvet, tehát egy állandó együttműködés van. De most a hivatalosan túl, tehát ott vannak baráti körök, meg közös vacsorák. Kell csinálni. Ez a diplomata munka része. Tehát minden diplomata rájön arra, hogy a hivatalos kapcsolatok nem elegendőek. Ugye meg kell próbálni, ugye horgászni. A lélek halászat, a szó legszebb értelmében az itt is zajlik, a barátok halászása. De még egy érdekes dolgot, hogy említsek meg. Nekem például az volt a benyomásom, ugye, amit az elején említettél is, hogy ugye vajon a mi kultúránkat hányan is meg hányan tudják. Most Olaszországban viszonylag kevesebben tévesztik össze mondjuk Budapestet, Bukarestet. De mi számít viszonylagnak? Hogy az értelmiség? Mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk Angliába vagy Franciaországba tapasztalod ugyanezt, vagy hát Amerikába pláne, vagy akár Oroszországban. Hát Oroszországban azt hiszik, hogy Magyarország az egyike a szövetség, még mai napig is. Tehát ezért nem könnyű ez a dolog. De arra gondolok például, hogy ha valahol jelentkeztem, hogy szeretnék együttműködni, most valamelyik olasz intézménnyel, hát akkor, de miért azt mondtam, hogy jönnek a csehek, jönnek a szlovákok, jönnek a románok, vagy az osztrákok, abban a pillanatban négyszer olyan szélesre tárult a kapu. Tehát valóban a Duna gondolat, ugye, hogy mi itt együttműködünk, ez ilyen helyszínen is érvényesül. És tulajdonképpen ezáltal plusz kapcsolatrendszereket horgászunk be. Mert ha én mondjuk a szlovák intézménnyel csinálok egy közös rendszert, akkor az ő baráti köre is ugyanúgy bejön. És hát azt persze okosan kell csinálni, ugye ez már a finom diplomácia része, hogy az ember, hogy a mi programunk az ne legyen, hogy mondjam, ne kapja meg azt a figyelmet, amiért az egész együttműködést érdemes csinálni. De hát minden együttműködésnek az a lényeg, hogy kölcsönös előnnyel kell. De a római értelmiség jár a magyar intézetbe? Hát ez érdekes, hogy ugye én ugye nem csupán az akadémián ugye dolgoztam, hanem foglalkoztam is az akadémia történetével. Ugye pont amikor én kikerültem, egy-két évvel előtte volt ugye a centenárium, ugye még Fraknói, Mester Fraknói Vilmos, a nagyszerű történész,
egy magántöpen a nagyváradi stallumából, ő egy olyan összeget halmozott föl, amiből ő vásárolt egy villát, és oda ösztöndíjasokat lehetett küldeni. Tehát az egyházmegyék, különböző intézmények fizettek ösztöndíjasokat, hogy Rómában ugye ezekben részt vegyenek. És ez mondjuk így az örökösünk, mert aztán a Fraknói intézetét átvette a magyar állam 912-ben. És Fraknói mester első ösztöndíjasai 94-ben kellett volna, de a római láz, ugye a Roman fever, tehát a mocsarakból, ott nem csak a bivajok vannak a mozzarellával, ugye, hanem sajnos a láz is jön Róma felé. Ez egy maláriaféle volt? Az volt, igen, egy nagyon komoly maláriás nyomás volt ott. Ezt így is így, tehát az angol turisztikai irodalomban ez közismert, a római láz, ugye, hogy ez milyen problémákat jelent. És ugye az minden úti könyvíró, útleírásíró írja, hogy a kis trasteverei gyerekek, ugye láztól égő szeme, tehát ez egy érdekes mozzanat. Nem véletlenül, hogy a Quirinale palota, tehát van a pápáknak egy nyári palota. Miért van a pápáknak nyári palota? Mert az magasan van a dombtetőn, és így a láztól egy mentesebb területen van. Tehát ez hatott. Én meg azért Rómában. A Trastevere nem is egy volt olyan nagyon előkelő környék, és az pont szembe van. Pont szembe van, ezzel így van. De minden, csak azt akarom mondani, hogy valamit ezt akartam mondani. Tehát ugye, hogy a régi Róma, majd mindjárt megyünk tovább. Tehát arról van szó, hogy ugye, ja igen, csak azt akarom mondani, hogy a történetével foglalkozunk, ugye, és hát pont ezért nem tudta megnyitni az első ösztöndíjas évet, hanem 95-ben, tehát ennek most ugye pont 125 éves évfordulója van. Van is terv, ugye, hogy egy kis rövid filmek megjelenjenek az akadémia honlapján ezzel kapcsolatban, de röviden az a lényeg, hogy hát én azóta nézem, hogy az akadémia hogy működik, és azt kell mondanom, hogy hullámzó. Tehát és időben nagyon sok függ attól, hogy a kint levő csapat az mennyire van benn az olasz valóságban, hogy mennyire ismeri őket. Gerevics Tibortól indulunk, ugye hát egy legendás nagy művészet történész volt, de akinek az olasz miniszterek voltak a barátai, aki Mussolinival volt olyan kapcsolatban, hogy Mussolini, mint miniszterelnök elengedte a házadót, ugye, amikor vásároltuk, hanem volt áfa, ugye, amikor vásároltuk a palotát. Tehát akiknek ilyen kapcsolatai vannak, az valóban a legfőbb elitet. A király eljött, ugye, a király eljött az ösztöndíjasok kiállítására, eljött a király. És a király eljött, egy hét múlva eljött Mussolini is. És akkor végignél van egy híres anekdota, ugye végignézte a képeket, és egyiknél megállt, azt mondta, ezt megvásárom. Mire a titkár odasúgta neki, hogy miniszterelnök úr, hát akkor megbántja vele a többi ösztöndíjat. Igen, akkor az összes képet megvásárolom. Úgyhogy ma egyébként a történészek, Fehér Ildikó például, nagyszerű művészettörténészek, most keresik elő az olasz gyűjteményekben például a Mussolini által bevásárolt képeket. Tehát van ilyen szint. És aztán ugye a szocializmusban meg kell mondanom, hogy a dolog egy kicsit lejjebb járt, de aztán később a Kádár korszakban is voltak olyanok kinn, akiknek volt vonzerejük, Merényi Ferenc például egy nagyszerű építészettörténész, tehát neki is voltak kapcsolatok. Ezért akkor nagyon takarékra csavarva működhetett minden? Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy először ez szintiszta politikai propaganda volt, tehát ugye állam az egészet tehát 50-ben az egészet egybe darálták, tehát a külügy alá került minden. Korábban ezek a tudományos intézetek az akadémiához tartoztak. Bocsánat, csak most hadd kérdezzek meg valamit, ugye most Rejgő Judit most halt meg, aki ugye minden idők legsikeresebb magyar festőművésznője, aki 90 éves korában lett világsztár, szerintem egy fantasztikus történet, és akkor az ő élettörténetében szerepel az az epizód, hogy haza kellett mennie Rómából, de hogy is volt ez pontosan? Sokan, igen, így van. Tehát az a helyzet, hogy amikor, ugye a háború, nagyon érdekes dolog, millió részlet van, beledöglünk, nem tudok végigmondani, csak belevillantok. Ez, hogy a 40-es évek végén hazaküldték az először ösztöndíjasokat. 46-ban indul újra az akadémia, Kardos Tibor vezető, egy nagyszerű reneszánsz kutató, akinek hihetetlen baráti köre volt, tehát Ottliktól Vörös Andrész, az összes komplett magyar irodalom, és akkor az induló fiatal nagyszerű művészet generáció remek figurái vannak ott, és ezek között volt Rejgő Judit is, és ugye aztán Kardost ugyanúgy kinyírták, pedig ő ugye hát nem volt rosszba a valódi kormányzattal. Valahogy félt attól, hogy diszidálni fognak valami ilyesmiről. Oda az is féltek ettől, de nagyon sokan kimaradtak, és többek között Judit is így döntött, és egyébként ez nagyszerűen leír a Csészabó László. Tehát Csészabó a Hüllő
Árnyékban című könyvében ezt pontosan leírja, hogy ő is ott, és akkor kiköltözni, és akkor találkozni, szóval ennek a fura, kicsit ilyen gellemetlen helyzetei, aztán persze a nyomor, az éhezés, ez nem volt könnyű a legelején, de még olyanok is, mint mondjuk Farkas Istvánnak, ugye a nagyszerű festőnek, aki sajnos Auschwitzban halt meg. Farkas ugye az Inger és Wolfner vállalatnak volt a vezetője, az új időket adták ki, ugye Herceg Ferenc. Pontosan így van. Tehát ennek volt a vezére Farkas, ugye, de hát a történelem sajnos borzalmasabb és erősebb volt, és a fiai ugyanígy, tehát Farkas Károly, az a legidősebb fia, ugyanúgy ösztöndíjjal volt kint, és ugyanígy lépett le, mint ahogy Judit, amit ugye disszidálásnak neveztek, az S betűtően keményen és durván kell megnyomni, ugye a disszidálás történik, ugye. A gyönyörű szocialista Magyarország világából, de hát aztán az igazi tehetségek azok aztán szerencsére érvényesülnek. De minden esetre itt már ugye a rendszerváltás után vagyunk, amikor már a kulturális kapcsolatokat szabadon lehetett. Igen, és tulajdonképpen érdekes módon összetalálkoznak a korábbi, tehát ugye a durva politikai propaganda korszak után az 50-es évek végén már rájönnek arra, hogy nyitni kell. Hiszen a kultúrának levegő kell. A barátokat nem lehet titkolózva, lopakodva. Ez tudatos volt, vagy egyszerűen tudatos. Azok, akik kint voltak, azok nem. Ezt így csinálták? Már az 50-es évek közepén már jelezték, hogy kellene váltani. Itt légben az 56 hatása érvényesül itt is. Ugye ez egy bonyolult, de bizonyos szempontból nagyon érdekes dolog, ugye felismerik azt, hogy nyitni kell. Ez persze egy politikai kontroll alatt történik, de nem csupán ez, az a helyzet, a világ megváltozik, ugye. A 20. század második felében, ugye a nemzetközi kapcsolatokban egy rendkívül dinamikus, ugye ahogy Nyugat-Európa ugye felfut, ez bizonyos ebben húzza magával az egész világot, és ebben a folyamatban elindul egy funkció, amit követnek a szocialista országok is. Ugye ez olyan, mint amikor Alexander Bach ugye eldicsekszik a Rückblickben, hogy a vasutat ő hozta be Magyarországon, ugye? Tehát kinek köszönhető, hogy vasut jött Magyarországon? Ferenc Józsefnek és Bachnak, ugye? És akkor Széchenyi azt felelte neki, hogy a vasutat az idő hozta, nem ön, miniszter úr. Hát ugyanígy, ugye, hogy a televízió sem a kádárizmusnak köszönhető, hanem az idő hozta magát. Hát ugyanígy az, hogy ezt a modern funkciót követni kell, tehát magyarul menedzselni kell a kultúránkat a legklasszabb ugye, marketinggel, propagandával a világban. Ez ugyan a szocializmus alatt kezdődött el, de ez nem a szocializmus sajátossága, ez a kor sajátossága. És a mai akadémia ennek a két örökségnek, tehát a Klebensbergit viszi tovább a gyönyörű tudomásprogramokkal, és a modern művészmenedzsmentet, kultúramenedzsmentet ebből a modern funkcióban. Tanárról azért némi magyarázatot kérünk. Filmezés, éppen ezért a film az egyik ugye legfontosabb. Itt a Valami Amerika című filmnek a bemutatója, itt ugye a főszereplő Huyber Feri látszik, ugye, és itt az akadémia munkatársa Pálmai Nóra éppen ugye a rendezőt interjúvalja, úgyhogy ez a beszélgetés zajlik itt, de remek művészeti programok is zajlanak éppen úgyhogy itt az ösztöndíjasok kiállításának. Ez az a bizonyos kiállítás, ahol kicsi műveket kellett alkotni? Igen, ugye kurátornak Sólyok Miklóst kértük föl, aki ugye hát egyébként még abban a korszakokban ő segítette az ösztöndíjasokat, szóval, és ugye mivel évekig nem volt ösztöndíjas kiállítás, ezért itt három évfolyam működött együtt, és akkor Miklós találta ki ezt az ötletet, hogy ahhoz, hogy elférjen egy három évfolyam, ehhez az volt a kérés, hogy kis méretű művek legyenek, és tulajdonképpen ennek a szelleme érvényesült itt nagyszerűen a kiállító termeinkben. De természetesen ugye kortárs művészeti kertek vannak, itt például König Frigyes, és azért Szabó Miklós akadémikus, az ókorász nyitja meg ugye König Frigyes kiállítását, mert itt egy remek projektet állított ki, a perkátai temetőben, ugye ez egy ilyen
egy ilyen, többen a római kor előtti időszaknak ez egy lenyűgöző leletanyag, és ő ugye azt a fantasztikus feladatotban vett részt, ugye, ahogyan megpróbálják a csontozatok alapján fölépíteni az arcokat. Igen, hát ugye korunk Barcsai, hát a legnagyobb anatómia professzor, mert egy művészeti anatómia professzor, látszanak is, ez egy gyönyörű. Most megpróbálom itt mutatni, apám, most pedig ott már elindult a nagyító az előbb, várj csak pillanat, mindjárt megpróbálom. Hát és hát ilyen rengeteg régészeti rekonstrukciót csinál, tényleg nagyon izgalmas. Na, de mert pillanatra itt rá akartam, mert ott jobbra látjuk, hogy például, tehát ő megpróbálta például a családi életet, tehát ahogy ott ezekben a félig meddig törzsi világban, ugye itt élnek, tehát ezért lenyűgöző projekt az, mert millió oldaláról, többen ezek mai modern műalkotások, de közben az inspirálója egy régészeti leletanyag, és az azzal kapcsolatos anatómiai munkát, tehát elképesztő szórakoztató. Sőt, ezért azt is mondjuk, hogy már különlegességnek számít, hogy Magyarországon olyan a képzőművészeti egyetemen komoly két évig tanítanak anatómiát, másutt ezt már nem tartják fontosnak, majd hadd mondjam gonosz, hogy látszik is azokon a képeken. vagy például ugye van, amikor ugye volt a modern optikai fényművészet, tehát minden, amit el tudunk kezdeni. Vagy akár egy egész jó pofa dolgot mutatok, a gömbölc, ugye amikor a gömbölc világsiker lett, ugye, a gömbölc egy elképesztő mértani találmány, ugye, egy olyan test, amelynek csak egyetlen egy nyugalmi pontja van, és ezt mindig megtalálja. Én nem is véletlenül, hogy a természetben is, tehát vannak olyan teknős békák, amelyeknek ilyen gömbölc alakú, tehát az evolúció, ez kikísérletezte ezt a formát, mert ilyen alakú, ilyen kúpos a páncéljuk, úgyhogy ha mondjuk ő véletlenül egy ragadozó felrúgja a teknőst, hogy ugye hozzáférjen a finomabbik részhez, akkor egyszerűen a saját formána visszafordul. És itt az akadémia volt egy remek kiállítás, amin fiatal művészeket kértek föl, hogy mindenféle dizájnokkal díszítsék ezeket. Tehát ez a kis gömbölc története, gondolom. Hát itt például konkrétan ezt imitálja, ugye valóban így van. Tudományos programok is vannak, ugye, itt éppen Ballarini professzor, ő nem is Ballarini, hanem hirtelen akartam mondani, ez egy olasz történész kollégánk beszél ott oldalt, itt Prokop Mária, tehát éppen előadást. Tehát ő egy csodálatos személyiség, hála is szeretném mindig. Olaszországban egészen profi, ugye, hiszen ő nagyon sokat foglalkozott olyan olasz, ugye gótikus műalkotásokkal, amelyek vannak magyar vonatkozások, például Szent Erzsébet kultuszával és a vele foglalkozó freskó anyaggal Nápolyban. De ha már itt ülünk, akkor neked mi a véleményed, tanár úr, a Botticelli, az esztergomi Botticelli képről? Botticelli vagy nem Botticelli? Egy mondatos választ kérem. Most ez egy gonosz csapda, ugye? Látszik, hogy itt ugye billegek a gödör szélén, és éppen ugye Adrián éppen páros lábbal be akarunk, de természetesen keményen tartom magam, és a következőt mondom. Egy nagyon érdekes mozant figyelemre méltó. Az Alpokon túli világban, egyedül ezek olyan színvonalú képek, amelyek a Quattrocento Firenze szintjét elérik. Szerintem ezt kimondhatjuk, és szerintem ezt kimondjuk, ezzel tulajdonképpen a legnagyobbat kimondtuk. Azt, hogy ezen belül aztán, és hát ez nem végtelen az a művész csapat, ugye, aki ebben részt vehetett, tehát azt kell mondanom, hogy arra mindenképpen büszkék lehetünk, hogy a korabeli Magyarország a 15. század közepi második felében olyan civilizációs, kulturális és anyagi szinten van, hogy képes azt a színvonalat produkálni a saját díszítő művészetében, amit Firenze ebben az időben, ami hát abszolút a csúcs. Ugye? Az, hogy most aztán ez most a Lippi műhely, vagy a Pollaiolók, vagy egyébek, ennek millió eleme van, roppant érdekes, nagyon érdekesek az anyagok, Virdő Zsuzsa kutatásai, Prokop Mari nagyszerű tanulmány, ez mind nagyon érdekes, ezt más nagyszerű kiváló kutatók ezért és azért és amazért vitatják, ezért ebben nem szabad állást foglalni. Azt viszont örömmel lehet rekonstruálni, hogy az Alpokon túl nincs ilyen színvonalú még egy Quattrocento reneszánsz
képsorozat az egész film. De azért én most hadd áruljam el, hogy én most azért nem lepődök már meg sehol semmin, mert hogy engem tanár úr elvitt Milánó fölött egy kolostorba, ahol egy szőke, kék szemű bajuszos ember azt mondta, hogy ez itt Hunyadi János, és én azóta semmin nem lepődöm meg, tehát hogyha itt konkrétan itt állna előttem Sandro, akkor sem lepődnék meg, hogy bármi nem lehetség. Azt mondtam, hogy ez itt Hunyadi lehet, János, hogy ő... Nem azt mondtam, hogy Horváth Henrik szerint, aki egyébként a két világháború közötti magyar De a magyarázat megvolt, hogy lehető, tehát minden okunk megvan hinni neki. Magyarul tehát lehet, de például Weyer Lajos, aki pedig szintén egyik legnagyobb vezetőt, ő ezt túlzásnak tartja, és ugye azt gondolja, hogy az a nagyszakálló figura az nem Zsigmond, hanem egy ilyen király, egy ilyen mitikus király figura, mert ott Keresztelő János történetéről van szó, és a Heródes lakomáját, akik az asztalnál ülnek. És ez a kérdés, hogy van ott valóban egy stöce fiatalember, ugye bajusszal, ugye, és közben ugye ismerjük a korabeli leírásokat arról, hogy milyen gyönyörűen tudott táncolni Hunyadi János, ugye, és hogy a milánói hölgyeket bizony ezzel elbűvölte. És hát az a helyzet, hogy Mátyás király, a legnagyobb, nagyszerű reneszánsz uralkodónk, soha életében nem volt Itáliában. A papája viszont két évig ugye működött. Tehát magyarul ezért időnként felbukkan az, hogy vajon hát ha előkerül egy olyan. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt előhoztad. Egyébként a Magyar Akadémiai tevékenységben ez is benne van, tehát ugye, mert ugye ezáltal mi egy csomó baráti kapcsolatra teszünk szert Észak-Itáliában, hogy ezek például ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. De van ilyen, hogy mondjuk előkerül egy tudományos kérdés, és akkor akár az akadémia hoz össze szakértőket, vagy baráti, sőt, hát ennél még izgalmasabb, hogyha egy baráti borozásnál előkerül, hogy ti mit gondoltok erről. Ez rendszeresen előkerül, nagyon, nagyon sokszor. Ugye a követségrehez is befut rengeteg ilyen, és mivel az akadémia igazgatója mindig a követségnek a kulturális tanácsosa, tehát a nagykövet ez így rá is bízza ugye az akadémia, hogy ezeket foglalkozunk, hogy ilyesmivel foglalkozunk, és ez nagyon sokszor valóban így történik, ha előbukkan valami érdekesebb dolog, valami ismeretlen. Egyszer például egy csónakban, amit a garibaldista tengerészekhez kötnek, egy Hunyadi János, nem, egy Ferenc József keserű vizes palackot találtak, ugye, és akkor itt érdeklődtek, hogy ez meg. De Barabásnak, a vásárra menő román családnak olyan példányai vannak ott Spezia és Genova között, egy család írt nekem például, ami biztos, hogy az ered, tehát ez a korai másolatok, mert a Nemzeti Múzeumban feljegyezték, hogy kik másolják melyik képet. És ugye jó néhányan másolták, ez egy nagyon híres életkép volt a 40-es években, úgyhogy ezek közül valamelyik oda került, mondom, Genova környékén, onnan. Tehát és rengeteg ilyen lenyűgöző történet, na ezek tényleg végtelenek. Pár még elő is fog majd egyébként bukkanni, ugye zenei programok, hát akkor ugye mindig dugig van, itt például az Akkordvonos négyes, ami napjaink egyik legtehetségesebb bandája, és hát sokan működnek, de vannak költészeti programok, itt ugye Tomázó Kemény, ugye Kemény Tamás, aki egy nagyszerű, nagyszerű olasz költő, ugyanakkor egy kiváló anglista, tehát angol tanár volt a Pavéjai Egyetemen, itt pedig Skárosi Endre, ugye a kiváló avantgárd jó költő, a hangulat. Igen, aki neki nagyszerű fordítója magyar nyelvre. Tehát itt éppen egy műfordító szeminárium van a kemen, de hát itt már halljuk is, ugye, Lídiához, ugye, amit dalolnak éppen itt, Barbis Tamás éppen nyom valami gyönyörű klarinétot, Csebő Feri mester meg nyekergeti hozzá a nyenyeréjét, de más típusú programok is vannak, szintén zene, ugye sokszor, ugye, mert nem csupán tudományos együttműködés van, Sevestyén Márta énekel itt valóban, mert ugye az akadémia története folytán egykor az akadémiának több osztálya volt, és többek között volt egy olyan osztálya, ami a doktori tanulmányokat folytató papok, katolikus papoknak volt az intézménye. Ez aztán önállósult a második emeleten, ez egy önálló pápa intézet lett, tehát szervezetileg kivált az akadémia köréből, de a magyar állam fizette ezt, kivéve a szocialista korszakot. Amikor erről írtam egy tanulmányt, annak az volt a cím, hogy osztályharc a kertkapunál. Mert egyszerűen megpróbálták egymást kizárni, hogy most ki mehet be, ki nem mehet be, stb. Egy nagyon izgalmas sztori. Na, a lényeg az, hogy most nagyon jók a kapcsolatok a második emeleten,
területen, és itt éppen ugye a püspöki kar tagjai Rómában voltak, és nálunk az egyik gyönyörű szalomban volt az ebéd, és előtte, mielőtt ez az étel, a Mártika énekelt nekik, de éppen ott volt valami egyéb programon, és itt énekelt. Tehát csak akkor érdekelted, hogy hány ezerféle, millióféle program van, és ezek mind így működnek. Akkor itt az ide, hogy megkérdezem, hogy egyébként mit szeretnek az olaszok, szóval mi az, ami igazán izgalmas nekik a magyar kultúrában? A zene, a film, az akármilyen mennyiségben. Zene az népzene, vagy ilyen Bartók Mindenfajta zene, és a modern zene is. Tehát nagyszerű kapcsolataink vannak, modern, tehát a modern olasz zenével foglalkozó egyes, a Nuovi Spazi Musicale. Ez kortárs zene, vagy pedig de ezt mindig úgy csinálják, mert ugye ennek is megvan a technikája, úgynevezett szendvics koncertek vannak. Tehát az elején van mondjuk egy 19. századi zene, utána jön a modern, majd egy Mozart, vagy egyéb ugye lárja. És árukapcsolásnak hívják a marketingbe. Igen, de lehet szendvics koncertnek is nevezni, és ilyenkor nagyon, és ugye itt bizony olyan kvalitásos művek vannak, amelyek meg tud szólalni. Tehát mondjuk egy Beethoven és egy Mozart között is, vagy egy Kodály és egy Bartók mellett is meg tud szólalni. Tehát azt kell mondom, ez egy nagyon-nagyon klassz, nagyon jó együttműködés, rengeteg kiváló koncepciózik. De ugye jazz is van itt, például Babos Gyuláék, Horgas Eszterék, egy ilyen nagyszerű, ez itt az egyik udvaron zajlik az együttműködés. A hangulatot érzékeljük, ugye? De a népzene is természetesen. Népi muzsika is, itt éppen a Duna, éppen utaztak valahova Szicíliába, és egy éjszakára megálltak Rómában, és egy fergeteg. Hát itt, és akkor itt nem lehet látni, hogy hány millióan vannak itt a folyosó telében. És itt de ez olaszok is, tehát ez gondolom nekik persze, is nagyon rendkívüli módon. Egzotikus, nem? Vagy egzotikus, hogy látják? És ezt ügyesen kell megszervezni. Tehát itt volt simán olyan koncert, hogy 4-5 ezeren vannak egy muzsikáson például. Tehát csak ezt jól persze ez ilyen naivitásnak fog hatni, amit kérdezek, meg pláne, hogy ugye itt a revíziós politikáról beszéltünk, de el kell magyarázni a mai olasz értelmiségnek, hogy ez az erdélyi zene az miért magyar? Persze. Tehát azért, és pláne arra is gondolni kell, hogy ugye a neolatin nyelvek, ugye mivel a román is ide tartozik, tehát ők sokkal könnyebben, gyorsabban. Tehát nekünk ilyen értelemben tanulnak, tehát nekünk meg így van. Tehát valóban ez egy feladat, ugye természetesen nem a románokkal szemben, de azt világossá kell tenni, hogy itt van egy olyan történelmi örökség, amit érvényesíteni lehet, és ez valóban a maga módján, itt nagyon könnyű leeszesen, mert ők azt hiszik, hogy értik, Ő már a románt megérti, akkor ő már érti. Persze vannak magyarok is, persze nálunk is vannak, mit tudom én, Szlovéniában vannak, vagy mondjuk Friuli, Venecia, Giuliában vannak szlovének. Tehát azok a szlovének, azok olyan szomorúak, most nem azért mondom, lenyűgöző Alto Adige, és ugye a német ugye probléma megoldása. De a szlovének csak szeretnének ilyesmit, ugye ott a jugoszláv határ, ma ez már ugye a horvát határ, vagy szlovén határ pontosabban közelében. Tehát azért nekik se könnyű azért. Igen, de legutóbb olvastam egy trieszti novella gyűjteményt, amiben az volt, hogy minden triesztinek szlovén bejáró nője van. Na most hát, hogy ott ez, hát, és Bécsben, ugye a magyar pincérek, ugye, és így tovább, vagy. Tehát ugye ez sajnos, ez a dolog működik. Itt ugye hangulatokat érzékeltetjük. Itt látszik ugye, hogy már ugye, de ugye történelmi programok is vannak, és ugye. És éppen valami Nagy Imrével. Pontosan így van, mert ugye 56-os műsor van éppen. Ugye, hát ugye Olaszországban nem volt nagy létszámú az 56-os emigráció. Olaszország nem nagyon fogadott be, tehát kb. 4-5 ezret fogadott be, de azoknak egy nagy része az tovább is ment. Tehát azt mondhatjuk, a történelmi beszélések szerint, hogy olyan 4-500-an maradtak többen, akik ott aztán sok érdekes karrier van, egyetemi élet, orvosok, tehát, és ezeknek, ugye ezek most vannak a legidősebb korban már, ugye ez a nemzedék. Még én, amikor ugye kint voltam, 98-tól, még azért ők még nagyon aktívek voltak, és itt nekünk olyan ünnepségeket kellett csinálni, ami nagyon furi volt egyébként, mert nem bírták az újításokat. Ugye az 56-os menekültek azt gondolták, hogy 56 a nagy hivatalos ünnepet érdemli meg, ami picit emlékeztetett ugye a Rákosi kor vagy a Kádár korszaknak ezekre az álünnepeire, az április 4-re, a november 7-re. Tehát ügyesnek kellett lenni, hogy azért ne legyen
Tehát, hogy ők is örüljenek, hogy, de azért ne várjon ez formálisan ez a dolog, de azért sokféleképpen meg lehetett ezt csinálni. És érdekes módon ezen a vonalon a történelem nem hagyja magát, tehát az akadémia életében és működésében is ezek a mozzanatok előjönnek. Tehát itt most esti kivilágításban látjuk ugye a Via Giulian, a Palazzo Falconerit, akkor látjuk, hogy két bejáraton. Ugye az elén az autó van, ott világít a dolog, de itt van közelebb egy másik, de ahol nincs kinyitva a kapu. Ugye régen még a Borromeo tervében ki volt nyitva ez a kapu. Most ez egy roppant érdekes. Most kicsit közelebbről látjuk, ugye itt van egy ablak, és fölötte van valami, ugye, ott egykor volt egy Mária Mécses, ez a barokk Róma teli van ezekkel, egy Mária kép, és előtte de Mécses. De most itt a hát képen igen, de nem, van. De nem akármilyen Mária van most, ott egy patróna Hungáriéval. Ennek egy lenyűgöző története van, az 50-es években lecsákányolták onnan a Máriát. Aminek ez egy barokk Mária volt? Egy barokk Mária volt, ez egy klasszikus barbárság volt, itt látjuk ugye a helyét a dolognak. Azt csinálták, hogy ilyen azért volt ilyen felújítás címén, fölállványozták az egészet, és az alatt... Az elvtársak. Igen, tehát az eltűnt az a dolog. És aztán 56-ban egy lenyűgöző dolog történt, ugye 56-ban ugye nem a követség, sztalinista diplomatái nem túl sok volt a frontvonal, és ugye kibontakozott egy harc az ávósok és a nagyimrések között. És a nagyimrések lettek a győztesek, és az ávósok elrepültek Prágába, elmenekültek, hogy mi legyen. És ekkor de a nagyimrések nem voltak annyian, hogy az akadémiát tudták volna tartani. Tehát az egyházintézet, amelyik közben ellenállt ugye a második emeleten, elfoglalta az egész épületet, és amikor aztán idehaza bekövetkezett a tragédia, ugye pont holnap lesz ugye az évfordulója, a szovjetek ugye elfoglalják Budapestet, Magyarországot, akkor ők nem adták ezt. Tehát amikor a kádárista diplomácia megjelent, hogy hoci ide az akadémiát, akkor azt mondták, hogy nem. Tehát mint egy Komárom vára, ugye 49-ben. Tehát Komárom egy filmet októberi. Csinálni, nem? Hát ez micsoda sztori. Egy óriási sztori, ugye? Egy óriási, így van. Komárom vele csak októberig, egy teljes éven át. Tehát 57 őszéig nem tudták, viszont ugye nem lehetett erőszakosan. És az felvétni. Olaszok ezt hogy kísérték? Egyre nehezebb volt nekik valóban, és ők nem akartak balhét. És ugye hát akkoriban már, ugye 57 őszén már úgy nézett ki, hogy ugye, hogy bele fog nyugodni a világ, hogy ez az új helyzet. Ugye hát a szovjetek restauráltak, és a Kádár rendszer az valahogyan konszolidálódni fog. És ezért az olaszok próbáltak nyomást gyakorolni erre a kis ellenálló forradalmi Magyarországra, hogy mi történjen, és végül azt találták ki, hogy azt mondták, rendben van, segítsenek, hogy az ösztöndíjas diákok ott, ez sok, tehát majdnem 100 ösztöndíjas diák volt, hogy mit lehessen kezdeni. És 12. Pius pápa adott egy nagyszerű összeget, tehát ő volt az egyik segítő, továbbá az olasz állam besegített abba, hogy egy nagy bérházban egy emeletet kibéreltek, és oda költöztek át a diákok, ezt pedig átadták. Igen, ám, de ez az egy év alatt a vatikáni mozaik műhelyben. Tehát ez ugyanaz a műhely, ahol a San Pietrónak azok a gyönyörű mozaikjai készülnek, ott készítettek egy patróna Hungáriét, és azt elhelyezték oda föl, és 59-60-ban megint egy ürüggyel ugye ott tataroztak, és azt levették onnan. És ekkor lenyűgözően érdekes, a környék lakói, ezt Mihály Gézát látjuk itt, ő egy 56-os menekült, egy fiatalember volt, aki fegyverrel harcolt egyetemistaként a szovjetek ellen, majd ugye, mivel ő a Pannonhalmi olasz gimnáziumban járt, tehát én azt jelentőt olaszul, ezért Ausztriából, az Olaszországba érkezők a buszok élén Mihály Géza haladt, ugye, és ő lett az olasz kapcsolat, és az Olaszországi Magyar Diák Egyesületnek az elnöke. És Géza mesélte sokunknak, az történt, hogy amikor rájöttek a lakók, hogy le akarják szerelni a Máriát, akkor a környék lakói odajöttek, letérdeltek, és elkezdtek imádkozni. De ez mi tehát lenyegező, nem? Tehát az öreg nénikék, akiket én már öreg nénéket ismertem meg, és ugye
Itt látjuk, egy ilyen kis égő mécses van, és emlékszem, hogy már a mi időnkben egyszer a gondolk azt mondta, hogy nem értem, hogy ha elfelejtem felgyújtani a mécsest, akkor a nénik beszólnak, hogy nem ég a mécses. Mondom, figyelj, de hát azért, mert ők még ott érdeltek, akkor ők még azok az fiatalok annak idején, akik ezért harcoltak. Na ez már persze a váltás időszaka volt, tehát az ávós gondnokot azt egy fél éven belül hazavágták, és aztán az új igazgató az visszaadta a Patrulla Hungariét, és ezt a papi intézetbe fölvitték, és ott volt fönn ugye, amíg a szocializmus tartott, és a rendszerváltozás után a 90-es évelején tették vissza, tehát azóta van itt. És ezt az egész lenyűgöző sztorit, ezt Mihály Gézától ismerjük, aki egy élő aranybánya volt egyébként, és elképesztő történetekkel dugig van. Azt sose felejtem el, amikor egyszer azt mesélt, hogy egyszer az ávó bevitte, és ugye, de Rómában vagy nem, otthon? Nem, ez még idehaza volt, csak a sztori, rá gondolok mindig ez a sztori, azt mondom, hogy amit mesélt, hogy és akkor jól összeverték, és akkor ő ott mosolygott magába, és erre két az egyik börtön, azt mondja, mi állja, azt mondja, maga mire gondol, azt mondja, én Julius Fucsik elvtársra gondolom, mondtam, Julius Fucsik egy cseh kommunista volt, akit ugye sokszor elfogtak és agyonvert, szóval mi az, maga fasisztának tart minket? Döbbent rá, ugye, a börtönőr. Valóban pontosan erről van szó. Na, szóval ez egy nagyon jobb fasztó, most elképesztő figura volt Mihály Géza, és az ő révén bontakozott ki az akadémiának, illetve a magyar világnak egy remek kapcsolata, Capestránóban vagyunk, ugye az Abruzzóban. Ez egy elképesztő hely, ugye, és itt született, ugye, Giovanni testvér, és minden évben, amikor az égi születésnapja van, a szentek égi születésnapja, igen, az mindig akkor van, halála, amikor meghalnak. Földi halála, így van, és ez ilyenkor mindig egy gyönyörű körmenet van egész nap. De melyik nap halt meg Capestrán János elképesztő? Október 23-án, és nem akármelyik évben, 1456-ban, tehát napra 500 évvel előbb, mint amikor a műegyetemisták elindultak. És amikor Mihály Géza jött, ugye a busz élén ugye jöttek Bécsből, átlépik a határt, és azt hitte elájul, ki van tapétázva, egész Olaszország október 23-ában. Persze, ugye a szentnek volt az 500 éves születésnapja, ugye a ferencesek egyik legnépszerűbb szentje volt ez. És ekkor kitalált egy dolgot, többen így indul a hagyomány, ugye? Visszanyúlunk a történelemben, de a jelenről beszélünk. Ettől kezdve Mihály Géza minden évben, vagy egyedül, vagy haverokkal eljött Capestránóba, és részt vett a körmeneten. És itt végre megünnepelhette október 23-án. És hozta magával, hát ugye minden úgy kezdődik, hogy az áldozatokra emlékszünk. Ugye a március 15-ét is úgy ünnepelték mindig, hogy a temetőbe mentek ki a sírokhoz. Tehát ugyanezt csinálták Mihály Gézék, és beálltak ugye a sorba, itt ez az óezüst, gyönyörű barokk kegyszobrot itt, ezt őt hordozgatják aznap ide-oda, ez például ugye a szülőházához viszik, ő is beállt a menetbe, és amikor a hősi emlékműhöz értek a világháborús halottakhoz, akkor ő oda tett egy koszorút a magyar mátrára. És ez annyira nagy, hogy ez megmaradt, ezt ő föntartotta, és megérte a rendszerváltozás, ma már ebbe a magyar tábori lelkészek buszától kezdve a nagykövetségen át, mindegy. Tehát ez a kultusz, ez bizony létezik a mai napig. Igen, azért az olaszok, remélem, hogy azért tudnak 56-ról is, ez számukra, persze. Tehát ezért ez egy olyan történelmi esemény, amiről az egész itt világ. Megint 3 hétig ülhetnénk, amíg azt mesélné, ugye, hogy Olaszország egyike azon kevés országoknak, ahol a magyar 56 nagyon komoly belpolitikai válság. Hát igen, ott van ugye ez a dal a pesti srácokról. A pesti srácok nem véletlenül született, mert egy olyan közegről van szó, hogy itt nagyon erős volt a baloldal, különböző okokból. És ezt a baloldalt a 40-es év végén kiszorították a hatalomból. És a baloldal, tudom, mert majd erre még mindjárt utalok, ugye a baloldal nak egy lenyűgöző illúziót, hogy azt hitték akkor, hogy az, ami Kelet-Európában történik, az a jövő, hogy abba az irányba kell haladni. És ugye, és hát a Szovjetunió ezt ügyesen manipulálta, és az olasz kommunista párt... Igen, meg akkoriban az értelmiségnek menő volt kommunistának lenni. Pontosan, ez ugyanaz időszak. De pont itt van a törés. Ugyanis ők Moszkva barátok voltak, tehát nem ismerték föl azt, hogy Magyarországon az egész rendszernek egy sokkal mélyebb válsága van, és hogy maga a párt az egész... Tudtak arról, hogy mi van a Szovjetunióban? Ugye mindig ez a víz választ, hanem ilyen illúziókat kergettek. Ezek klasszikus dolgok valóban, tehát valóban, hogy Gorki, ami történt, stb., hogy igen, hogy zsíd és a többiek, tehát ez mind, tehát az olasz értelmiség nagy része nem tudta, és hittek ebben az illúzióban, de itt volt a fordulópont, ugye? Itt volt a fordulópont,
ez a híres százak, amikor száz nagyon híres olasz értelmiségi kilépett az olasz kommunista pártból, és ekkor az olasz jobboldal egy hirtelen a tömegek rokon szemében egy hatalmasat tudott előbbre lépni, ugyanis ezt a hibát, hogy ők, hogy a Toljatti ugye Sztálinék mellett maradt, hát Hruscsovék mellett maradt, tehát a sztálinista értelmiség mellett maradt, ezt tehát egész Olaszországot megrázta, és itt a baloldal és a jobboldal viszonyában egy erőteljes törés. Eltolódás indult be. Tehát ezért Olaszországban az 56 sokkal aktuálisabb. Egy csomó városban van Piazza d'Ungheria, Piazza dei Martiri d'Ungheria, Martiri Ungherese, stb. Tehát nagyon több, mint 60 ilyen van. Tehát ez a hétköznapi ember is nem nagyon sokat tud, de azt tudja, hogy ez valami 56-tal függ ez össze. Szép, ez egy ezüst szobor. Egy ilyen gyönyörű ezüst szobor. Apán, csak közben előre szartam. Így van. Ugye ez egy barokk szobor, erekiadala van benne. Hát, hogy aztán, ugye ez egy nagy kérdés, hogy mi történt Kapesznál János holttestével, mert ugye Újlakon, ez ma Horvátország, de ez a Dunán már, tehát ez már a bácskai részen van, ez Ilok ma, ugye, tehát ez nagyon közel van szervez, és ezt a török ezt lerohanta. Ugye különböző elméletek voltak, hogy például Moldvába átmentették, és hogy az egyik kolostorban egy ortodox szent helyén tulajdonképpen Kapesztán János van, ezt amikor az első világháborúban ugye ezt kitalálta, ki a közösséges hadsereg, hát ebbe be lehet menni minden részletet, és tudok, amikor a közös de hadsereg de hogy korabeli hit elfoglalta, volt, vagy később? Ez úgy lebegett, annyira benne volt a levegőben, hogy amikor ugye a Mackensen hadsereg elfoglalta Bukarestet, akkor egy tudományos expedíció átment Moldvába, és megvizsgálták a kolostorban, és megállapították, hogy az ez nem kell kapisztrálni, így van. De hát természetesen sok minden lehetséges, mert a törökök nagyon egyetlen egy keresztény egyház szervezeti elemet hagytak működni, ez pedig a boszniai ferencesek, mert azokat jóval korábbról ismerték, még amikor még Bizáncot még el sem foglalták, de már átkeltek a Balkánra, akkor ők már a boszniai ferencesekkel tulajdonképpen egész jó viszonyban voltak. És így aztán a magyar egyház szervezetet leírtották, de a boszniai ferenceseket megengedtem, és ők rengeteg erekét begyűjtöttek. Ezért kerül elő például a Szent Jobb, majd Ragozából, Dubrovnikból, mert ezek az erekék mind lekerülnek ugye délre. Na és az a lényeg röviden, hogy van egy kis ereké, és ott a szülőháza, ugye, ez pedig Gudics Józsefnek, az emigráns menekült szobrászművésznek a gyönyörű domborítása, ahol ugye Kapisztrán János, és kik jönnek mögötte az 56-os tüntetők. Tehát egy gyönyörű szimbólum, minden igazi műalkotás tömörítés. Ez egy zseniális tömörítés ennek, amiről is szó van. Tényleg egy gyönyörű kvalitásos gyarab, ez itt van benne a szülőházban, tehát te majd a legközelebb Kapisztrán abban látod, akkor egész műalkotásban micsoda lendület szuper, van, szuper, nem? Elképesztően jó. Igen. Mondtam az előbb, igen, menne, teljesen igazad van, ő 56-os menekült szobrász volt, és Firenze környékén lakott, gyönyörű, olyan színvonalú dolgai voltak, hogy az egyik Krisztus szobráról, hát a kortársak úgy gondolták, hogy szinte Donatello-jé, tehát olyan, egyébként tényleg gyönyörű. Aztán sajnos egy ilyen bronzutánzó műanyaggal működött, és hát sajnos a fizika az nagyon kemény dolog, ugye, és hát sajnos ezek a benzol származékok, ezek megmérgezték őt, és meghalt sajnos. Ma egy gyönyörű emléktáblánk is van, ez fönn van a Piccolomini család kastélyában, mert ugye Capestrano tulajdonosai ők voltak, és itt ugye mi, ugye Lukács Dászlóval, ugye itt emlékezünk. De ha már itt vagyunk, hagyom nekem még egy történetet. Ez, ugyanis meséltem, hogy ki kellett költözniük a diákoknak. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy azokkal mi lett, akik ide, azon az emeleten voltak. Ez az épület, amit itt jobbra látunk, ez a Via Cestari 34-es épület, és ezen a második emelet volt az övék. Van olyan kép is az egyik diákról, aki fönn a tetőn az egyik kéményen üldögél. Tehát itt ők jól érezték magukat, és ugye elvégezték az egyetemet, és ezen elhelyeztünk ugye 96-ban, igen, tehát amikor a 45. évforduló volt, akkor elhelyeztük ezt a gyönyörű emléktáblát, ezt ugye Csíkszentmihályi Robi csinálta. De ennek van egy gyönyörű története, és nem igazán jól, pedig nagyszerű barátnőnk Szőnyi Zsuzsa megírta a sztorit az egyik könyvében, a Római Tudatban, de ő nem tudta pontosan, hogy mi történt. A nagykövet Győr Jenikő volt akkor, és ő nekem, mint az akadémián, ugye akkor a tudományos igazgató voltam, ugye kiadta a feladatot, hogy ezt valahogy meg kell oldani.
Ez ugye engedélyt kell kérni. És ugye van egy ilyen engedélyező bizottság, ugye beadtuk a papírokat, mi értem, hogy ugye engedélyezzék az emléktáblát. A bizottság összeült, megállt a vezetés közötte, hogy nem. Szóval a Róma belvárosa már úgy ki van tapétázva, minden házon 15 emléktábla van, elég volt, szóval nem engedélyezik ezt a dolgot. Hát ugye ez nem esett jól Mici Mackó gyenge szívének, hogy így mondjam, tehát ott megbeszéltük, hogy mit, valamit itt kéne csinálni, valamit, ezt meg kéne oldani ezt a dolgot, valamit kellene csinálni. És akkor ugye elkezdtem tárgyalni, azt kell tudni, hogy ekkor már túl vagyunk a nagy történelmi fordulókon, ugye a nagy ugye, korrupciós botrány, stb. A kereszténydemokrata korszak véget ért ugye a 90-es évek elején, és ekkoriban éppen baloldali koalíciós kormányzat van Rómában. És akkor ugye tárgyalok a kulturális tanácsosnak az asszisztensével, és hát mondom, hogy hát olyat nem lehet, hogy azt mondja, hogy a polgármester felülbírálja a bizottság döntését? Azt mondja, hogy lehetni lehet, de ez a bizottság, ez 80 éve létezik, és még 80 éven fordult elő, hogy a polgármester felülbírálta volna a döntését. Ugye azért lehet, hogy Olaszország egy fura ország, de bizonyos demokratikus tradíciók léteznek. Ugye mit lehet? Azt mondja, hát valamit azért lehet tenni, mondja ő, hát újra össze lehet hívni a bizottságot, ezt lehet. Tehát, hogyha mi ugye meg tudjuk a bizottság egyes tagjaival beszélni, hogy jól meggondolták ezt, akkor lehet, mint az esküdteket úgy meggyőzni. De mondom, és újra, hát egyelőre nem szerepel a tervek között, hogy újra összeírják a bizottságot. És ekkor a helyzet hatására beugrott az ötlet, és erre mondtam neki, de mondom, baj lesz ebben. Szóval, hogy mi lesz ebben? Mondom, meg fogják támadni Bornyát tanácsost, ugye ő azt átteltetett. Bornyát meg fogják támadni, miért? Mondja, azt fogják írni a jobboldali lapok, hogy a baloldal másodszor is nemet mondott 56-ra. Azt mondja, hogy mi? Hát mondom, talán emlékszik rá, hogy ugye a Toljatti féle kommunista párt, aminek örököse ugye a baloldali demokraták, ugye annak idején sztálinista volt és elutasította. Mondom, ha most elutasítják, hogy a magyar 56 emléknál legyen Rómában, akkor a jobb oldalon magukra fog ez rontani. Ez felére is sorolásra. Hát ez az volt, ez klasszikus, pontosabban egy tárgyalás. Tárgyalás volt. De mondom, úgyhogy én azt javaslom, hogy a bizottságot próbálják összehívni. Akkor én már tudtam, hogy a bizottság vezetője Árnáldi professzor, egy nagyszerű történész, egy olyan tévében is szereplő történész volt, mint annak idején Benda Kálmán vagy Szakály Feri, és tudtam, hogy Pásztor Edit, a nagyszerű középkorász, a római egyetemi nyugalmazott professzora, ő volt az Árnáldinak a tanára. Árnáldi tehát imádja Pásztor Editet. Felhívom Editkét, és ő egyébként Pásztor Lajosnak volt az özvegye, aki egy kiváló levéltáros volt, a vatikáni levéltár egyik nagyszerű levéltárosa volt. Ők egyébként pont ugyanúgy, mint amit előbb beszéltük, amikor a 40-es évek végén, mint ösztöndíjasok, ugyanúgy maradtak kint Olaszországban. És erre felhívom Editkét, és mondom, Editke, itt van egy hazafias ügy, ugye az 56-os tábla, persze, Árnáldi professzor, persze. Két nap múlva jön a telefon, rendben van, Árnáldi rendben van. Csak ennyi volt az üzenet. És valóban kapom a hírt, hogy újra összehívják a bizottságot, de már az egy érdekes volt, hogy engem meghívtak oda. Most nem szoktak ilyet csinálni, én egy senki nem voltam, csak aki ugye jegyeztem a beadványt, de mégis meghívtak erre az ülésre. Beülünk, bevonul a bizottság, helyes öreg professzoroknak szemben. Árnáldi elkezd azt mondja, ez ami szegény Rómánk, ez teli van mindenféle szartáblával, és a sok hülye itt mindenféleket javasol, és tönkre teszik ezt a csodálatos várost. De a magyarok, hát az egészen más. A magyarok a testvéreink és a barátaink, és hogy a szabadságért tartottak. Hát megtisztelve érezzük magunkat, hogy elért egy nagyszerű. Hát ez egy diadal volt. Ez egy lenyűgöző diadal volt, de mondom, ez a két finom kis fordulat azért benne volt a dologban, hogy ez a dolog sikerüljön. És azt kell mondanom, hogy ugye minden hagyomány akkor ér valamit, hogyha a kezdeményezők már rég eltűntek a terepről, de folytatják. És valóban azt kell mondanom, hogy azóta is minden 56. október 23-án a magyar
a kinti magyarok, ez, itt például Sólyom László, amikor Rómában volt, ugye, itt Ungár Feri, a firenzei, főleg ős 56-os, ő itt lakott, tehát az, vagy Pintér Lajos a jobb szélen, a Verona főkondó, ő Pintér ugyan Padovába végzett, de sokszor volt itt len, ugye, és itt lakott. Tehát ők mind a ketten olyanok, és Mihály Géza közöttük, akik itt laktak. Tehát számukra hány évig laktak itt végül is? Tehát ez, meddig tartott hát, amíg az egyetem ki nem futott, tehát egy 3-4 évig, tehát 60-ra gyakorlatilag. Gondolom, ez életük legszebb 3 éve volt, nem pontosan, szabadság. És most jön a poén, ugye a pénzt azonban nem kérte vissza 12. Pius és az olasz állam sem. Tehát amikor eladták ezt az, egyébként ez egy nagyon komoly, ez majdnem egy teljes emelet volt, akkor ebből a pénzből indult el a Szent István háznak a megteremtése. Tehát az a régi vágy, hogy a magyar zarándokoknak legyen egy otthonuk. Ez még Szent István itt természetesen, mert már Szent István adott egy adományt a kisebb, ugye, Santo Stefano templomnak, és Kosnok, hogy a magyar emigránsokat ellássák, és ezt megkapták ők, ezt ugye Zágon, József intézte, aki egy nagyszerű papi vezetője volt a magyar emigrációnak, és ezt tették le a foglalót, hogy a Kászállatton megvegyék azt a telket, ugye, amin egy németországi magyar emigráns, egy hölgy, aki egy ápolónő volt, és egy lordot ápolt, aki halálakon, mert nem voltak rokonai, ráhagyta a teljes vagyonát. És azt mondta, hogy ha egy telket szállítanak a magyarok, akkor ő felépíti rá a házat. És a telket azt ebből a pénzből. Tehát így függenek össze lenyűgöző módon a dolgok. Na, ez egy újabb történet, ugye most a követség villájában vagyunk, akik hallottak a sztoriról, azok már kacarásznak. Ugye azt kell tudni, hogy a követség egy gyönyörű villában van, a Porta Pia közelében, ez már nem a belső belváros, hanem egy kicsit kijebb van, és amikor Szörényi László volt a nagykövet, akkor felújítás zajlott egyébként abban a hátsó épületben, és annak a föld alatt, a pince részéből egyszer csak előbukkant két gyönyörű kődarab. Látjuk ezt a baloldali részt és a jobboldali részt. Tehát ez a két kődarab bukkant elő, és ugye a hordból, azt mondja, aki laténul tud, azt tudja, hogy kertet jelent, tehát ő arra gondolt, hogy ugye Horthy Cernárii. Tehát úgy lett kiegészítve a dolog, hogy Horthy Cernárii, tehát hogy a Cernárió családnak a kertjei. Szörényi Laci egy egészen nagyszerű filológus, hát sokan ismerik őt, tehát ő az egyik legnagyobb magyar irodalom történész, és ön remek római nagykövet volt, hát mindenkit lenyűgözött a tudásával és a sztoriával. De hiába kereste Cernáriusokat, de nem találta sehol. Tehát sem az ókorban, sem a reneszánsz korban nincs Cernárius nevű család. De hát ugye így jött elő a követ, nem lehet mit tenni. Aztán egy furcsa dolog történt, ugye 94-ben, ugye 95-ben volt a változás Rómában, és sajnos az új nagykövet, aki jött, annak nagyon nem tetszett az, hogy ez ott volt. De miért? Hát ez mit zavarta? Hát mert itt talán egy emberi kicsinyesség volt. Tehát mindaz, amit az előző, tehát ő úgy érezte, hogy politikailag ugye az előző korszakhoz kötődik, hogy az ne legyen. És keresett ürügyet, hogy ezt onnan kivágja. És elkezdte terjeszteni azt a pletykát, ugye, hogy ez a ez abban Horthy admirális, és a kormányzat jelenti. Tehát úgymond Horthysta tábla van, ugye. Még most is Horthysta tábla van, ugye a demokrácia. Már századokkal előbbre faragtatta a saját nevét. És zucc, kikapták az egészet, és bedobták a költségépület mögé, az épület és a fal mögé azt a két. Ilyen mini lapidáriumot És amikor ugye én kimentem 98-ba, akkor ez még mindig ott volt benn, és Győri Enikő nagykövet kért meg arra, hogy ezt intézzük el, hogy ezt újra lehessen szedni. És éppen nem sokkal később régész kollégák jöttek, Nagy Mihály egyébként, a minisztériumnak akkor az egyik főosztályát vezet, azt hiszem ottkor még akkor a műemlékvédelem ugye ott volt benne, akkor vezető, Nagy Mihály egészen kitűnő régész, egyébként a Seuszó szakértő, és többek között az ókori római régészete foglalkozik. És ő számomra fantasztikus volt, elővette egy körzőt, ott mászkát költte ki, mert azt mondta, ez lehetetlen, hogy Cernáros, de ez nem lehet, ez egy hosszabb név volt. És hát azt mondhatom, hogy ugye áttekintve a választékot, ez bizony nagyon lehetséges, hogy Horthy Lucernári, vagyis Lucernás kertek.
És ugye az a 1900-ban előfordult, ugye, hogy, hát, hogy ugye ilyen a palota környéki ugye, területek, azokat úgy megjelölték innen, és hát lehet, hogy itt valami nagyszerű lucernász volt, és hogy ezért írtak. Mondom, Törényi professzornak mit mondunk, ugye a cernáriuszok, azt lehet képzelni, hogy hát valami lenyögöző arisztokrata család, ugye, de hát mi a helyzet itt, ugye, lucernás kerteket. Mondtam is a nagykövet asszonynak, hogy ezt próbáljuk titokba tartani. De hát ő nagyon, amíg én, mert ugye azt ígértem, hogy én utána fogok ennek nézni, ugyanis ez az egész terület, ahol ez van, ez a rész, ez egykor a patrici, dúsgazdag római családé volt, ahonnan több bíboros is volt, és ez itt állt a patriciak villája, és ennek az a kert része volt. Aztán 1848-49-ben, amikor Rómát ugye megtámadták a franciák, akkor ezt mondta Porta Pia, tehát a városfal előtti rész, és ezt répityomra lőtték a villát, tehát tényleg mint egy egér rágta sajtával. Az egész, az egy-két évtizedig ott nyeszergett, majd a patrici család eladta a városnak, a város pedig parcelláztatta. És ezért a 1890-es évek végén, 900-as évek elején itt ilyen nagyszerű, ilyen neoreneszánsz, neobarok ízű, ugye ilyen modernes, eklektikus villákat emeltek. Többek között ezt a villát is, amit azután az első világháború után vásárolt meg a magyar állam, mert ugye felbomlott a monarchia, ami ugye a vatikáni követségünk az a Palazzo Venezia volt, ugye ahova Mussolini mester költözött be, ugye a Quirinális követségünk, tehát ami nem a Vatikán mellett, hanem az olasz király mellett volt, az a Palazzo Chigi volt, ahol ma az olasz miniszterelnök van. Tehát nem ezek voltak jobb, ilyen nem kis kezdők. Igen, ezek nem voltak kis kezdők, és kaibák, és vicsillok, ezek egész jó helyek voltak. Ugye ezek olyan, a független Magyarországnak ugye új helyekre volt szüksége, és ezt vásárolták, meg itt két hasonló épület van egymás mellett. És azt ígértem a nagykövet asszonynak, hogy meg fogom nézni a vatikáni levéltárba, mert ugye az egyik patrici bíboros révén a teljes irathagyaték az bekerült a vatikáni levéltárba, hogy ott meg fogom nézni a villának ezeket a telek viszonyait, hogy kiderüljön, hogy mi ez szörnyben ez a lucernás kedek. De hát ugye milyen az élet, ugye ez jön, az jön, nagyon intenzív kultúrmunka, ilyen koncert, olyan konferencia, tehát húzódott a dolog. És Szörényi Laci éppen jött egy előadásra, és hát a nagykövet azt, hogy már rég elfelejtette a lucernás, a nagykövet úr, nagykövet, azt a lucernás kertek. Tehát meglehetősen izgalmas pillanat, de mondtam neki, hogy Lacikám, én ezt megfogom nézni. És akkor többen húzottak a dolgok, és akkor egyszer csak elszégyeltem magam, és 2002-ben végül szerencsém is volt, ugye, végül kiváltottam az engedélyt, beültem a Vatikán levéltárba, tudtam, hogy milyen anyagokat kell vigyázni, és kb. Egy 3-4 óra akkor alatt. Ezek ilyen 19. századi anyagok voltak, mert ugye itt most fog kiderülni, hogy mit találtam, ugye? Jó a kérdés, mert ide futunk ki. Pusztán a kőből ezt nem lehetett kitalálni, mert egy olyan antika betűtípus, ami abszolút, mint a régi római feliratok. És egy nagyon érdekes dolgot találtam. Az derült ki, hogy a patriciak összevásárolták ezt a telekrészt. Tehát ez nem volt eredetileg az övék, ez különböző. És itt volt egy olyan rész, ami a Marchese Lucernáriak birtoka volt. A Marchese, ez a Márki, vagyis az őrgró. Tehát valóban Horthy Lucernári, de nem lucernás kertek, hanem lucernási őrgróféknak a kertje. És maga a név az nagyon régi. Tehát ez mindjárt előkerőben hangzik azért. Úgyhogy most az van, hogy itt mellette, ott az egyiken van egy kis tábla, amelyik elmagyarázza. Azt hiszem, még most, még, amikor a fotó készült, még nem volt. Tehát így, és akkor így gyorsan, került csak bele az 1800. Pontosan, ugye, és akkor remek kőfaragó kollégák kijöttek, vettek egy darab márványt Tivoliba, át úgy kifaragták, ahogy kell, kipotolták az egészet, és így lett ugye 1824. Tehát amikor Petőfi Sándor azt mondta, hogy oá, ugye, akkor lucernásiék, átengedték örökbérletbe, és én az örökbérleti papírokat találtam meg, átengedték patriciéknak, de azt kérték, hogy öreg, azért mit tüntessétek fel, hogy azért ez végig csak a mi nagymamánktól van ez a dolog.
De hogy milyen ilyen típusú poénok vannak, hát ez a kép, már Szörényi professzort említettem. Én azért Szörényi professzornak kevés szórakoztatóbb ember, úgyhogy elképzelem, hogy itt most jó történet. Na most olyan itt ugye Pintér Lajos vendégei voltunk, a Veronai főgondolom, és fölvitt minket az Alpokba, abba a kis városkába, ahol az osztrák-magyar repülőgép bázis volt. Ennek Pergine neve ennek a kis falucskának, és itt volt egy temető, és itt lett eltemetve kis József, akiről azt gondolták, hogy az ittebei kis családból származik, onnan Kisernyő az aradi vértanúma, már tudjuk, hogy ez tévedés, de ez a kis József, ez egy elképesztő figura volt, ugyanis annyira ügyes pilóta volt, hogy akkor már a repülőgépeken voltak géppuskák, de őt sose lőtte le az olaszokat, hanem mindig úgy szállt föléjük, hogy leszállásra kényszerítette őket. Tehát, hogyha az olasz gépek fölemelkedtek, hogy jöjjenek kémrepülés, akkor fellepült kis József, és a legügyesebb olasz gépet kiválasztott, és ezt lekényszerített. Tehát ugye még a hősi halál lehetőségét is megtagadta tőlük, ez megalázóbb lesz. Gondolnánk, de nem biztos, hogy az a feleség, ugye, igen, aki azt mondta, hogy Giuseppe, ha hazajött, itt a spagetti, azt mondta, hogy hát azért csak, ugyanis nagyon fontos, ugye, nekünk ugyan az olaszok világháborús ellenfeleink voltak, de nem gyűlöltük egymást. Hát végül is a Magyarország szempontjából azt mondja, hogy most Triest fölött hány kilométerre van a határ, vagy hogy most Gorícia most hol van, hát az valljuk be édes tök mindegy. Tehát az egy hihetetlen történelmi tragédia persze, hogy Magyarország olyan helyzetbe jut, hogy tízezrével halnak meg emberek ilyen abszurd dolgokért. Tehát itt azért komoly bajok vannak, tehát és ez fel is veti a problémát, ami egy nagy kérdés, hogy a világháborús halálokkal többen, mert a hősiesség az morális fogalom is. Tehát persze személyükben ezek egyetemű hősök, de hát egy olyan abszurd célért, és ez egy bonyolult dolog, nem tudunk belemenni. De folytatom a kis József sztorit. Ezt az olaszok oly mértékben nem úgy gondolták, hogy őket megalázza, hanem amikor aztán egy rossz manővernél kis József balesetben meghalt, amikor a temetése volt, akkor felszállt egy olasz gép, átjött a vonalakon át, leereszkedett és ledobott egy koszorút. De ez elenyűgöző, nem? És ez itt történt, itt Pergine mellett a légrepülőtéren. Na hát ezért emeltek Pintér Lajosék egy gyönyörű emléktáblát kis Józsefnek, kis József sírján. Na itt egy nagy ötlet, ami nem valósult meg, ugye 2000-ben, csak ez is része ugye az akadémiai tevékenységnek, ugye, hogy néha tervezünk programokat, amik nem valósulnak meg. Ugye az az ötlet volt 2000-ben, a nagy jubileum, a kereszténység nagy kettősöm, és a magyar állam ezer éves, hogy hívják ki, évfordulója, és azt találtuk ki, hogy a kék szakállút az angyalvárba bemutatni. Hát pedig az milyen jól illet volna. Nem sokkal korábban a Toszkát ugyanis úgy adták elő Rómában, hogy az eredeti helyszíneken, tehát a Sant'Andrea della Valle-ben, amikor a festő... És ezt láttad, vagy csak hallottad? Hát az azért volt nagyon nehéz, mert az időpontokban zajlott, például az angyalvárból az éjjel 3-kor volt meg minden. Tehát ugye volt, amennyit láttam belőle valóban. De ez fantasztikus lehetett. Elképesztő ötlet volt, pontosan így van. És akkor úgy arra gondoltuk, hogy hú, milyen nagy. Igen, nem csak nem számoltunk azzal, hogy az angyalvárban, aztán az filmjátszott, ott nem volt közönség. Tehát az a helyzet, hogy ott benn olyan szűk terület van csak, hogy ott mint egy 50-60 ember. Belülről egyébként nem is túl szép szerintem. Most legyünk őszintek, hogy nem túl maga a struktúra, tehát ez Hadra János császárnak a mazom. Ez egy síremlék. Tehát az maga egész lenyűgöző. És benne azok helyesek azok a kis barokk termek, de olyan, tehát tömeget nem lehet leültetni, és azért, hogy most 50 embernek előadjuk a kék szakállót, ugye itt Kass Janó zseniál, és kék szakállt, ez sajnos nem sikerült, így aztán az operába adtuk elő, abban az operában, a római operában, aminek a koreográfus vezére... És szerették az Milos az olaszok? Aurél volt, óriási siker volt. Uh-huh. Sőt, ugye az volt ugye a szokásos dolog volt, tehát a fából faragott és a kék szakálló, és a fából faragottnál pedig ugye Milos Aurélnak, aki hát a 20. század egyik legnagyobb koreográfus volt, ő táncolt először a mandarint. Tehát amikor ugye ezt Bartók megírta, akkor ő Milosra gondolt, hogy ő fogja megcsinálni. És ő Olaszországban csinált óriási nagy karriert
a 20. század második felében, és itt van a sírja a protestáns temetőben. Tehát ez is az akadémia dolga, ugye, mert egy időben itt meg akarták szüntetni, és akkor őt közde kellett. Tehát az akadémia igazgató időnként a temetőbe is kimegy. Az Ozorai Pippó eszembe jutott. Mert hogy Ozorán született. Tehát ez egy külön poén, ugye, hogy Ozora egykor ugye Zsigmond azon kedvencének volt a birtok, mert Ozorai Borbálát vette egy feleségül, aki egy dúsgazdag özvegy volt, de egy nagyon helyes nő, és Ozorai Pippó, aki egy kereskedő segéd volt Firenzéből, de kiderült, hogy nem csupán egy nagy gazdasági zseni, hanem egy kiváló hadvezér, ugye, ő az, aki a török elleni védekezést először megszervezte, és Hunyadi János az ő tanítványa volt, tehát Ozorai Pippótól tanulta a törökverést Hunyadi. Tehát az, hogy Milos véletlenül pont Ozorán született, ez egy véletlen, ez egy poén. De hogy mondjak még egy megvalósult olyan programot, hogy nem valósult meg, de ez talán azért is érve, ez jó, hogy nem valósult meg. Itt a palermói dómot látjuk, és a palermói dóm kincstárában őrzik aragóniai Konstancának a koronáját. Ugye ezt az ő sírjában, tehát egy átfaragott római szarkofágban van, aragóniai Konstanca, nem Aragónia, tehát Barcelona, ugye tehát a nyugat-mediterráneum leggazdagabb királyságába származott, és ki volt a második férje? Maga második Frigyes császár, aki egyszerre volt Dél-Itália királya, tehát Palermóba született, ugye Szicília zseniális ura, ugye görögök, arabok ugye vezére, de közben a Hohenstaufennek leszármazott, ő egyben német-római császár is volt. Tehát egy lenyűgöző figura volt, gyönyörű verseket írt, ugye ő keresztes agyalatot vezetett, ő írta le először, hogy a gólyák azok elrepülnek dél, a madár, az ornitológia, ugye második Frigyes nagy zseninek tartja, mert ő írta le először, hogy hát ott mentek Egyiptomba, és ez csak ott kelepelve, ott megy el fölöttük, ugye a János Vitéz komplett falujából a teljes csapat, ugye, mert mentek Dél-Afrikába, ugye, tehát ez egy nagyon nagy fej volt ez a második Frigyes. És ő elvette ezt a Konstancát, de nem akárki volt ez a Konstanca, mert ez egy magyar királynak volt az özvegye, mely nagyon helyes lány volt, de már özvegy volt, és ez az özvegy itt élt Magyarországon, és nem akárki volt a férje, hanem Imre király. Imre harmadik Bélának a fia, aki Bizáncból jött haza, és a legnagyobb középkori királyunk egyike, és második Andrásnak, ugye Béla fiatalabbik fiának volt a bátyja, ez az Imre. Az az aranybullát kibocsátott. A Gertrudiszos, Bánkbános második András. Annak volt tehát a annak a bátyjánál tartunk. Tehát 5 perccel vagyunk ez a sztori előtt. És itt volt. És még nagyon fontos, ugye a hagyomány szerint a korona két részét, a görög koronát és ezt a latin fejereket adott, ezt harmadik Béla idején állították össze. Tehát a hagyomány szerint Imre volt az első magyar király, aki a mai szent koronával lett megkoronázva, és ezért azt gondolták, hogy akkor kellett lennie egy női szent koronának is. És Konstanca palermói sírját, amikor az 1790-es évben föltárták, ott megtalálták benne ezt a koronát. És hát mai napig hápog ez a kacsa, háp, ugye, hogy ez a női szent korona, mert ezt elhozta magával. De azért van, szerintem ez nem egy elvetendő gondolat. Hát persze, mert a formát, ahogy látod, így van, és ha megnézed az összes bizánci mozaikot, ez a úgynevezett kamelaukion típusú fejfedő forma, ez valóban bizánci jellegű. De nem azért hasonlít ennyire, mert ez az, hanem mert minden bizánci, tehát a korban minden uralkodói fejfedő ilyen forma, csak nagyon kevés ilyen korona maradt fönn. Tulajdonképpen két görög korona létezik ma a világban. Az egyik a Nemzeti Múzeumban van, ugye, amit Nyitra Ivánkán találtak a 19. században, a Monomákhoz féle korona, a másik meg a parlamentben van, ugye, az üvegbúra alatt. Ugye azt mindenki nem tanulmányozhatja, de gyönyörködhet benne. És akkor ez most a harmadik? Pontosabban ezt nagyon valószínű, hogy görög tudású, de palermói mesterek csináltak. És a legfontosabb, hogy ez valójában, ez nem fémből van, ez egy textil sapka. Ez selyemből van. És a selyemre vannak rávarva ezek a darabok.
És a tetején a hegyi kristály nem azért fordul el, mert ugyanolyan szögben van, mint a magyar szent korona tetején, hanem mert a selyem nem tudja megtartani. Világos. Ráadásul a selyem az molekulárisan elbomlik egy idő után, tehát egy ilyen különleges öveg búrában van. Na és az a helyzet, hogy hát sajnos volt olyan kollégánk, akit rajongók, ugye, akik azt gondolják, hogy ez a női szent korona. Jó, de ez rajongani hadd lehessen. Rajongani szabad, de az a helyzet, hogy a tudomány révén annyi elképesztő szépséget lehet találni, hogy miért nem rajong valaki azért, ami egyben tudományosan is hiteles és rendben van. Mert a rajongás, tehát, ez nem egy tudományos dolog azért. A rajongás egy emberi élmény, ami csak minden világosan értem, amit mondasz. Lényeg az, hogy arra vigyázni kell, ugye persze elméleteket lehet fölállítani, és ez a tárgy abban az értelemben a magyar történelemhez kötődik, hogy egy volt magyar királynénak volt az a koronája, mivel őt eltemették a sírjába. Egyébként eredetileg a rajzokat lehet látni, ilyen csúcsos volt a teteje. Tehát ott már annyira lebomlott a tete, hogy végül bevarták. Tehát tulajdonképpen, amikor előkerült, akkor ez olyan kicsit olyan hegyes volt, mint hogyha, ahogyan elképzelik Árpád apánk süvegét, de valójában. Tehát ez még keletiesebb. Nak nézett ki. De ez valójában ez egy bizánci kamelaukion, amiről ugye az volt az ötlet, hogy 2000-ben Magyarországra kéne hozni, és amikor a Szent Koronát körbeviszik az országba, akkor mellette kell vinni a női Szent Koronát. Na ez már olyan... Ez az ötlet nem valósít meg. De hagyd mondjak egy poént, hogy tulajdonképpen mi az, amit sose fogunk elérni. Ez az 50-es években egy koncert, ugye, Olaszországban, ugye? És oda vitték Rákosi elvtárs képét. Hát de mennyire, mert ez itt ugye itt a baloldali közönség van, tehát itt a korabeli kommunista pártnak a szimpatizánsai vannak, és ez pont azt sugallja, ugye, hogy Petőfi, ugye, örökös, Petőfi örököse, mint a szocializmus, mint forradalmi rendszernek örököse. És itt óriási tömegeket nekem azért elképzelni. A Szent Koronás társítás jobban tetszik. Most történelmről beszélünk, de arról van, hogy most az ember mit alkot, ezt hiszem értető, amire célzol. Én most ezt, azért mutatom ezt a képet, hogy mutassam, hogy mi az a szint, amit akármilyen ügyesek vagyunk a Római Magyar Akadémián, akármit csinálunk, ezt sosem fogjuk elérni. Sosem fogjuk elérni azt, hogy a bári városi színházat kibéreli a kommunista párt az 500 helyen, mind a dokmunkások ülnek, és a dokmunkások Petőfi versét hallgatják, ez egy Petőfi est zajlott itt, ugye, ahol Petőfi forradalmi versét fordítottak le. Elképesztő siker, dübörgő siker, ugye? És ezen a hétvégén, amikor a 12 ezeres tömeg menetel Bári főutcáján, akkor az első transzparens, amit tartanak, arra az van, hogy még kér a nép, most adjatok neki. Na most ezt sose fogjuk elérni. Igen, voltam Báriba, és ezt nem tudtam. Egész más szemmel néztem volna. Tehát magyarul az a véletlen, ugye, hogy a baloldalnak ez a relatív, iszonyatos politikai ereje az 50-es évek első felén, ez egybeesett, ugye a szocialista országok ugye demagóg külső propagandájának ezekkel a fordulataival, ezt mi sose fogjuk elérni. És akkor a dokmunkások az est után írtak egy levelet a nagykövetnek, hát a követnek, ugye Rómában, és azt írták, hogy legyen kedves, küldje meg Sándor címét, olyan jókat írt, fel akarják vele venni a kapcsolatot. Tehát mondjuk ez jelzi azt, hogy ezeket a szinteket sose fogjuk De elérni. Egyébként, ha tőled kérdezték volna meg, te tudnád a pontos címét, hogy hol lakott, mit mondtál volna, hát, mi történt? Hát nagyon vigyáztam volna. Hát ugye utáltam volna arra, hogy most építik az autópályát, tehát az utolsó pillanatok vannak. Tehát ugye most a Segesvár mellett ugye a Dél-Erdély autópálya épül, és hát nagyon szép programok vannak, a Petőfi Irodalmi Múzeum foglalkozik ezzel, és úgy, hát amit útközben temetőt megtalálnak, azt feltárják, de hát hogy megtalálják-e, az egy nagy kérdés. Sikerek, ugye? A sikerek egy része a magyar emlékekkel kapcsolatos, mert ugye nem csupán az épületben működünk, nem csupán zenét, filmet, irodalmi műsorokat rendezünk, tudományos konferenciákat a legkülönbözőbb témakörökben, minden korszakban és minden témában, hanem ugye olyan furi hely ez, az már eddig is kiderült, hogy az Olaszország, hogy teli van ugye ezer év során termelt kapcsolatainkkal, és ezeket azért jó ezekkel foglalkozni, mert aztán a helyi kis közösségek ezzel alkalmat és lehetőséget nyernek, hogy
ezt életbe tartsák, és ezáltal egészen másképp megy a dolog, hogyha mondjuk én szeretnék eladni, mondjuk itt tudom én, Túró Rudit ugye Genovába, ugye, akkor az egész másképp kezdődik, ha beülök oda, és volt a Via Aszerotti 4-ben, azt mondja, igen, ott lakom a szomszédban, és látta, igen, ott van egy emléktábla, hát az Kossuth Lajos, és a magyar emlék, tényleg, de nászerű. Tehát így egészen más, így kezdeni beszélgetni. Ráadásul remek Túró Rudin van, nem akarják megmondani, örömmel. És miközben nézik a táblát, lehetne azt majd szólni. Tehát tulajdonképpen, ugye, tehát magyarul a szimpátia, mert a gazdaság egyik döntő faktor a bizalom. És a bizalmat, azt önmagában véve nem tudja üzlet megszerezni, azt a kultúra teremti meg. Tehát ez az elképesztően fontos dolog, és a magyar emlékekkel foglalkozni Rómába és Itáliában azért nagyon fontos, mert azt a szimpátiát tudjuk ezzel megszerezni a legapróbb pontokon, amelyeken majd az üzlet és az egyéb kapcsolat. Természetesen lassan kifutunk az időből, szerintem ez gyönyörű volt. Rengeteg, tudom, még amiben nem tudunk belemenni. Majd kérünk még egy időpontot, mert én egyébként itt... Akkor még csak egyetlen, mert ugye most majd az a rész jön, amikor nagy sikereink vannak, és ők az a rész jön, amikor a nagy kudarcok, de akkor a kudarcokat hagyjam ki. Akkor a kudarcokat, csak a sikereket, mert egy ilyen bármeddig hallgatom. Nekem egyébként a férjem egyik legnagyobb udvarlása az volt, amikor pont idén, mert én 2020-ban is voltam Rómában, elmentünk éjszaka sétálni, és az unokaöcsémnek azt mondta, hogy vigyázzatok, mert nem fárad el. Úgyhogy én bármeddig hallgatom, én ilyen vagyok, de akkor most egy nagyon szép sikerrel zárjuk. Igen, tehát azt kell mondanom, hogy valóban az egyik legnagyszerűbb magyar emlék ma Itáliában, a tűrtábornoknak a szobra fönn a Gianni Colon Rómában. Amikor az első ösztöndíjam volt 1982-ben, akkor Brezhnev elvtárs éppen eltávozott a szocialista vadászmezőkre, és mint egy, aki emlékszel az időkre, hát itt csupa fiatalok vannak, nem emlékeznek rá, de abban az időben, mintha a vasfüggöny icipicit megbillent volna. Tehát egy másodpercig, mintha az ember egy picit friss szelet érzett volna, lenyűgöző pillanat volt ez, hogy ez nem tart örökké, itt valami megváltozhat. És akkor a Garibaldi könyvemhez gyűjtöttem az anyagot, és itt mászkáltam fel a Gianni Colon, és láttam, hogy nincs magyar egység, pedig a magyarok nagyon komolyan részt vettek az Olasz Egyesítésbe, hiszen Bécs volt az ellenfelünk, ugye? Ha egyszerre van forradalom Pesten és Milánóban, akkor Bécsnek annyi. Tehát ez a 19. században egy nagy összefüggés volt. És akkor írtam egy javaslatot az akadémia akkori igazgatójának, hogy javasolja a római városvezetésnek, hogy tőrtábornok legyen. Mert tőr ugyan konkrétan nem harcolt Rómáért, de ő a legszimbolikusabb figurája, Garibaldi. Hát ez egy nagyon jó képű volt nekem, erre fogalmam se volt, hogy ennyire csinos fiú. Majdnem két méter volt, egy nyelvzseni volt. Ez minden történelem könyvből kimaradt ez a portré. Figura, roppant szimpatikus. Igen, híres ez a fehér köpönyege, a Garibaldi fotókon ezzel van. És Csíkszentmihályi Robi erről csinál. Egyébként Robi, most ezt elárulom sajnos, lehet, hogy sokan azt fogja gondolni, hogy ez nem szabad egyetlenülni, pont akkor volt ösztöndíjas, 82 őszén. És ugye ott bent beszélgettünk az udvaron, és éppen frissen mondtam, hogy gyerekek, én fölmászkáltam a Gianni Colon, nincs egyszer a magyar se, javasolni fogom, hogy azt mondja, és mondom, Robikám, mondom, majd te fogod csinálni a szobrot, amikor elérkezik a pillanat. Kiderült, hogy ez az ötletet beküldték, az akkori római városvezetés nem kívánt drózsbázni, ugye a kádárista Magyarországgal, ez akkor elaludt az a dolog. Bekövetkezett a rendszerváltás, közeledett a 1948, ugye a 48-nak a 150-es évfordulója, és egy csapat működött a minisztériumban, amely elkészítő programokat, és engem is fölkértek szakértőnek, és az első ötletem az volt, hogy akkor tűrszobor Rómában, nagyszerű. Felhívom a Robit, mondom, Robikám, emlékszel rá, hogy 16 évvel ezelőtt? Azt mondja, emlékszem. Hát akkor itt a pillanat. És egyébként zseniális a szobor, nagyon nagy siker, tehát és az fantasztikus, hogy a bajuszát megtörtem, mert az összes többi, mert mindenkinek ilyen drót bajusza volt, de ugye rá, a kő ugye ráfekszik az arcra, de a Robi egy kendővel és a köppenyek sarkával ezt megoldotta zseniálisan. Sajnos részeg fiatalok ledöntötték egyszer, ott fenn randalíroztak, és itt látjuk, hogy újra kellett faragni a síltet, tehát lehet rajta látni, de ez a dolog újjá született. És ahogy a tűrszobor újjá születik, úgy születik újjá mindig újabb és újabb nemzedékekkel az olasz-magyar barátság, és ennek is az emlékeket megjelöljük, akkor azért új alkalmakat adunk arra, hogy szeressük és megbecsüljük egymást. Hát ez gyönyörű volt, köszönöm szépen. Én is köszönöm.